Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórand vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 260 éve történt Székely mészárlás áldozataira emlékeztek. Ne dőljön be senki, megszaporodtak a telefonos csalások. Új edző Szekszárdon, 25 éve tevékenykedik a közigazgatásban. Felelősségteljes gyógyszerszedés. Az antibiotikumok hatékonyságának megőrzése mindenki felelőssége. A Madéfalvi veszedelem 260. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést a Bonyhádi Székelykör és a Majösi Székely Hagyományőrző Egyesület Bonyhádon. Lelkületük szolgáljon előttünk iránytűként, tanítson meg bennünket arra, hogy képesek legyünk másokért áldozatokat hozni. 1764. január 7-én lemészárolta az osztrák katonaság a Madéfalván egybegyűlt, határőrsorozás ellen tiltakozó csíki székelyeket, a vérengzés Madéfalvi veszedelem néven vonult be a történelembe. A 260. évfordulóról a két civil szervezet méltó megemlékezést tartott a 2020-ban átadott Bonyhádi Székely Emlékparkban. Ezt a megemlékezést minden évben már 1989 óta, amióta Bonyhádi Székelykör megalakult, azóta tartjuk. Az idei évben a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöksége, elnökségi tagjai, illetve a tagegyesület vezetők kint Erdélyben, Madéfalván róják le tiszteletüket, és ezekben a percekben koszorúznak, és emlékeznek meg a veszedelemben elhunyt áldozatokról. A Bonyhádi Székelykör elnöke, Gál Martin Elvira nem csak méltó beszéddel készült, hanem szívhez szóló dallal okozott melegséget a hideg esős időben az egybegyülteknek. Majd Pap Domonkos, a Majösi Székely Hagyományőrző Egyesület elnöke is beszédet mondott. Azt kívánta, hogy míg ember él a földön, éljenek székelyek is. Továbbá az ő kezdeményezésére már nem hangzik el a székely himnuszban a porlik szó, így. Maroknyi székely úgy áll, mint a szikla. Főhajtás, megemlékezés nagyon véres, szomorú eseményről, ami pontosan ma 260 éve történt, és hát főhajtás az akkori áldozatok, az akkori eseményeket elszenvedők, és az azt követ nemzedék, székely nemzedékek előtt is, hiszen talán ez elég köztudott, hogy elég keserű, sanyarú sorsa volt mindig a székely embernek. Lőrinc Etel felmenői az Isten Segíts nevű faluból származnak, és a székelység vállalása számára nem csak felemelő, hanem kötelesség is. Immáron több mint 30 éve elnökségi tagja a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének, és a Bukovinai Székely textilkultúrának nem csak művelője, de szakértője és oktatója is. Nekünk itt ma az jutott, hogy egy esős napon, de mégis szép számú jelenlévő előtt egy nagyon-nagyon szép és felemelő ünnepségen vehettünk részt. Az Elvirának, a Bonyhádi Székelykör vezetőjének köszönhetően nagyon szépen megszerkesztett és nagyon-nagyon méltó megemlékezést láthattunk. Az elmenekült székelyek által alapított falvak Isten Segíts, Fogadj Isten, Hadik falva, András falva és József falva, melyek menedékek is voltak a nehéz időkben. Az ünnepség arra is jó emlékeztető, hogy olyan otthont kell teremteni, ahol meg tudják őrizni, védeni önmagukat és őseik értékeit, továbbá arra is, hogy veszteségek közepette is erősíteni kell az összetartozást, támogatni kell egymást. Egy 150 négyzetméteres, két lakrészből álló parasztház égett teljes terjedelmében péntek este Tolnán, tájékoztatott a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tűzoltók néhány perc alatt a helyszínre érkeztek, összesen 6 járművel vonultak a Fürdőház utcában égő házhoz. Két ember ki tudott menekülni az épületből, egy idős nő holttestét viszont oltás közben találták meg a tűzoltók. A tragédiában egy kutya is elpusztult. A lánglovagok 2 órán keresztül oltották az égő épületet. A ház födémje is beszakadt, az épület lakhatatlanná vált. A két megmenekült ott lakó ember rokonokhoz került. Nem zárható ki, hogy a tűz a konyhában keletkezett, de a pontos körülményeket tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.
Ónos esővel és havazással tér vissza a tél a következő napokban, ezért a Magyar Közút Nonprofit ZRT fokozott óvatosságra inti az autósokat. Tájékoztattak, hogy a szervezet megelőző sószórást végez, de ónos eső idején, ha folyamatosan hullik ez a csapadékforma, akkor azt az eső lemoshatja, így hatékonyan csak annak elállta után tudnak beavatkozni a szakemberek. Az autósoknak azzal is számolni kell, hogy főleg a nyugat-dunántúli területeken erősebb széllökések is lehetnek, amelyek miatt kisebb hóátfúvások is kialakulhatnak. A közlekedők indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és forgalmi helyzetről. Tolna vármegyében az utóbbi hetekben az online térben elkövetett bűnesetek leggyakoribb módszerei a phishing, vagyis az adathalászat céljából történő hangalapú hívások voltak. Az elkövetők többségében pénzintézet nevében vették fel a kapcsolatot a sértettekkel, és jellemzően azt a legendát adták elő, hogy jogosulatlan átutalást blokkoltak a számlájukon, melynek megakadályozása céljából kérik a bankkártya adataikat. Az esetek nagy részében az úgynevezett AnyDesk csalással párhuzamosan követték el a bűncselekményeket. Telefonos csalók ötleteinek tárháza kifogyhatatlan. Újabb és újabb trükkökkel próbálkoznak, amivel megpróbálják becsapni a gyanútlan embereket. Folyamatosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos csalási módszerrel próbálják az emberek adatait megszerezni, és ezáltal a pénzüktől megszabadítani őket. Ezeknek az egyik módszere az úgynevezett telefonos csalás, amikor a csalók különböző bankoknak az alkalmazottaiként jelentkeznek be a telefon túlsó végén, és ott mondják el az embereknek, hogy mit kellene tenniük. Rendszerint az a módszer, hogy azt mondják, hogy gyanús tranzakciók voltak a bankszámlán, és ezért szükségük van arra, hogy a bankszámlához hozzáférjenek. A rendőrségi felhívások ellenére mégis sokan beleesnek a trükkös telefonálók csapdájába. A későbbi áldozat letöltsön egy úgynevezett AnyDesk nevű alkalmazást a számítógépére, és ezáltal távoli asztali hozzáférést ad a csalóknak, akik innentől kezdve valamennyi adatát, így a banki adatait is könnyedén megszerezhetik. Számos alkalommal fordult elő sajnos az, hogy több 10 millió forinttól is megszabadították a csalók a sértetteket. Erre volt példa az elmúlt időszakban is, amikor a telefonáló rejtett számról hívta a jóhiszemű férfit, és egy hivatal alkalmazottjának adta ki magát. Az egyik legextrémebb eset az elmúlt hónapokban az volt, amikor több mint 70 millió forintot emeltek le egy sértetnek a számlájáról, és még a különböző megtakarításait is, amik lekötött összegek voltak, azokhoz is próbáltak hozzáférni, ez azonban nem sikerült nekik. Egy másik módszer a telefonos csalók részéről, amikor SMS-t küldenek a gyanútlan vásárlóknak, vagy éppen eladóknak, és egy link letöltésére, vagy egy linkre koordinálják őket, ahol mindenféle banki adatokat, személyes adatokat, bankkártya adatokat, illetve a legfontosabb az, hogy a bankkártyának a biztonsági kódját is megszerzik tőle. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság kéri, ha hasonló indokokkal telefonon felhívják önöket, azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát. Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget, vagy hívják a 112-es segélyhívót. Immár második alkalommal tartották meg a Szikú Lícidium lovas zarándoklatot, amelyben a madéfalvi vérengzés áldozatai előtt tiszteletek megjelentek. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke, és Filoni Ferenc Szibolya, Bonyhád város polgármestere is. Potápi Árpád János Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, az 1764-es madéfalvi vérengzés áldozatainak véréből egy erős, ellenálló közösség sarjadt. Itt vagyunk Erdély különböző részeiből, a Délvidékről és Magyarországról. Otthonról hazajöttünk, mert bennünket a Székelyföld és a Székelység országhatárok fölött is összeköt. Az ismét téliesre forduló időjárás sem veszélyezteti a magyar fogyasztók biztonságos ellátását, közölte az Energiaügyi Minisztérium Facebook oldalán. Kifejtették, hogy a megfelelő téli felkészülésnek köszönhetően a szinte teljes tárolói kapacitást elfoglaló gázkészlettel vágott neki Magyarország a fűtési szezonnak. A hazai gáztárolók töltöttsége most 86% körül alakul, azon a szinten, ahol legutóbb augusztus közepén járt. A nyár végére elértük az uniós előírás szerinti novemberre teljesítendő 90%-ot. Új jegyzőasszonya van Szekszárd megyei jogú városának.
A 25 éve a közigazgatásban tevékenykedő dr. Zsikó Gál Klaudia 2024. január 1-től kezdte megbízatását immáron harmadik alkalommal a város önkormányzatánál. Friss diplomásként került először a szekszárdi önkormányzathoz dr. Zsikó Gál Klaudia, majd 2008-ban aljegyzői állást pályázott meg, mely feladat nem volt egyszerű számára. Ezt követően 2010-től 2014-ig jegyzője volt a városnak, ezután a Tolna vármegyei kormányhivatal főigazgatója, ami a kormányhivatal szakmai vezetői feladatainak ellátását jelentette. Mind a három alkalommal, amikor itt dolgoztam a hivatalban, nagyon szerettem itt dolgozni. Nagyon jó csapat volt, nagyon jó volt a hivatalban a szakmai munkavégzés, és így nyilvánvalóan egy szakmai vezetőnek is a vezetői feladatait sokkal könnyebb ellátni. Első diplomáját közigazgatásban, második diplomáját már családanyaként szerezte jogból. Egyéb képzéseken is részt vett, hogy munkájához kapcsolódóan mind szélesebb körben sajátítsa el tudását. Gyermekkoromban már biztos voltam abban, hogy a jogi pályát választom, aztán államigazgatási főiskolára vezetett az utam, az az első diplomám, ott szereztem meg az első diplomámat, és igazából akkor jöttem rá, hogy az én pályám a közigazgatás. Mert hogy a közigazgatásban az ügyek mögött ott áll az ember, vagy a társadalmi szervezet, vagy gazdasági társaságok, és nincsen két egyforma ügy. Minden ügy más, és rendkívül széles látókör szükséges ahhoz, hogy az ember a közigazgatásban tevékenykedjen. 170 fős hivatallal szoros, mindennapi feladatok várják dr. Zsikó Gál Klaudiát, de az önkormányzati struktúrát tekintve a Városháza intézményeivel, gazdasági társaságaival szakmai irányítói feladatot lát el. Számomra a közigazgatás az szolgálat és hivatás. A munkám során a legfontosabb vezérelvek a szakszerűség, a jogszerűség, a magas színvonalú munkavégzés, és nem elcsépelt szóként, de a partnerközpontú és ügyfélközpontú közigazgatás a minta. Éppen ezért azt vallom, hogy forduljanak bizalommal a hivatalhoz és a kollégáimhoz, hiszen mi azért vagyunk, hogy az ügyfeleknek az ügyes-bajos problémáiban, az ügyes-bajos gondjaikban segítséget nyújtsunk, illetve megoldást találjunk, igyekezzünk megoldást találni. Természetesen a hatósági jogalkalmazó munka az nem mindig pozitív. Dr. Zsikó Gál Klaudia fontosnak tartja, hogy kollégái tekintetében hasonló az elvárása, amely teljesítményelvű, méltányos közigazgatási minta, ezt próbálja hivatal vezetése során az összes többi elv mellett érvényesíteni. Az Eurobasket.com minden évben kihirdeti a kontinens legjobb női kosarasainak listáját, melyen Studer Ágnest a legjobb európai születésű irányítónak választották. Számolt be a Tarka SC Szekszárd Facebook oldalán. A 25 éves magyar válogatott kosaras a tavalyi szezon nagy részét Szekszárdon töltötte. Ezt követően Törökországba igazolt, ahol azonban együttesével decemberben közös megegyezéssel szerződést bontottak. Új csapatra Franciaországban talált, ahol már be is mutatkozott az élvonalban. Első mérkőzésén 18 percet töltött a pályán. Az antibiotikumok a leggyakrabban felírt gyógyszerek közé tartoznak, azonban fontos tudni, hogy nem jelentenek megoldást olyan vírusok által okozott fertőzésekre, mint amilyen a közönséges nátha vagy az influenza. Azonban, ha szükségessé válik szedésük, akkor fontos, hogy ezt felelősségteljesen végezzük, figyelmeztet a házi orvos. Senkinek sem esik jól a fájdalom, a rossz közérzet, a láz és a hasonló tünetek. Azonban, ha már elkaptunk egy betegséget és nincs visszaút, akkor igyekszünk minél hamarabb túltenni magunkat ezen az állapoton. Ebben vannak segítségünkre a ma már természetesnek számító antibiotikumok, azonban sok esetben az adott betegség nem indokolja szedését. Antibiotikumot szoktak a betegek nagyon követelni, nem feltétlenül csak akár tudatlanságból, hanem türelmetlenek, hogy már másfél napja fáj, már egy egész napja hőemelkedése van, hát hamar-hamar gyógyuljunk meg. Azt kell mondjam, hogy a panaszok 70-80%-a mögött vírusok állnak, tehát virális infekcióról van szó, ezekre az antibiotikum nem hat, és ráadásul a gyógyulás idei sem tudom megrövidíteni. Tehát szokták régen mondani, hogy gyógyszerrel 7 nap, gyógyszer nélkül 1 hét, amíg meggyógyulunk. Fontos tudni viszont, hogy felülfertőzés esetén vagy egyéb társult betegségek függvényében elengedhetetlen.
Bevételének szabályaival legtöbbünk azonban nincs tisztában, ezért ha helytelenül használjuk őket, komoly veszélyeknek lehet kitéve az egészségünk, figyelmeztet a házi orvos. Szeretném kérni, hogyha már fölírta a háziorvos az antibiotikumot, és elkezdtük szedni, akkor azt szedjük be. Az is gyakori észrevettük, hogy egy-két napig szedi a beteg az antibiotikumot, elfogy néhány szem mondjuk a 14-ből, és elhagyja, hiszen már jól vagyok, meggyógyultam. Na most akkor ezért két butaság volt, egyrészt ugye feltétlenül nem is kellett volna antibiotikum, ha anélkül néhány szemet meggyógyulunk, ráadásul ha elhagyjuk az antibiotikumot idő előtt, akkor viszont kitenyésztünk magunkba egy olyan baktérium törzset, ami ellenálló lesz erre a típusú antibiotikumra, és ez egy nagyon komoly probléma, világszintű probléma. A veszély óriási, hiszen az antibiotikumok aggasztó tempóban veszítenek a hatékonyságukból, ugyanakkor csökken a megjelenő új készítmények száma. Egészségünk megőrzése a legnagyobb kincs, így erre is kaptunk pár hasznos tippet, hogy minél tovább távol tartsuk magunkat a nem kívánt betegségektől. Én azt javaslom mindenkinek, hogy bőséges folyadékbevitel, bőséges vitamin bevitel, illetve hát a vegyes táplálkozás, legyünk a jó levegőn, gyakori sétákkal, még akkor is, ha betegek vagyunk, és az állapotunk ezt megengedi. Viszont nyilván a tömeget akkor kerüljük, használjuk a szájmaszkot. Ez nem a Covid miatt van, ez a józan ész, tehát betegen eleve ugye a közösségben nem megyünk, tehát ahogy magunkat védjük, úgy védjük embertársainkat is. Regionális híreink következnek. Bérek, csaták, szakszervezetek. Egymással is küzdenek a buszos érdekképviseletek. Kamatcsökkentés. Megélénkült az ingatlanpiac. Sztrájkra készül az egyik buszos szakszervezet Pécsen, míg a másik azt is kétségbe vonja, hogy képviselhetik-e a sofőröket a Tüke busznál. Közben nincs eredmény a bértárgyaláson, nem kaptak még ajánlatot a munkaadótól. A SZAKSZ ragaszkodik az eredeti követeléséhez, míg az FDS szerint sehol nem emelnek ekkorát a dolgozók bérén hazánkban. Sztrájkra készül az egyik szakszervezet, a SZAKSZ a pécsi Tükebusznál, mert egyelőre nincs megállapodás a béremelésről. A Pécsi Tömegközlekedést végző társaságnál működő másik szakszervezet, a Független Demokratikus Szakszervezet szerint a tárgyalások folynak. A SZAKSZ nem járt el úgy, ahogy egy érdekképviseletnek kellene. A Tükebusz ZRT a kollektív szerződés előírásainak megfelelően december hónapban összehívta a bértárgyalást, ahol nem jelent meg a SZAKSZ képviselettel. Dobi István, aki a sztrájkot hirdette, ő már évek óta nem jelenik meg a Tükebusznál a bértárgyalásokon. Meghatalmazást adott egy embernek, amit 2024-re visszavont. Vagyis Hofecker Ferenc szerint nem is képviselhették volna a dolgozókat, nem kezdhettek volna a bértárgyalásokba. Ez Dobi Istvánnak tudni kellett volna. Ennek ellenére ő sztrájkészültséget hirdetett, illetve az egyeztető tárgyalásokat megtartását kérte a Tükebusztól. Én úgy gondolom, hogy ez semmi más hangulatkert és provokáció, hiszen megsértette a sztrájkhoz való lehetőségét azzal, hogy nem jelentek meg az előírt tárgyaláson. Az FDS is béremelést akar a Tükénél, de nem olyan mértékben, ahogy a SZAKSZ képzeli. Azt én szerintem tudomásul kell venni mindenkinek, hogy 25%-ot nem igazán adnak sehol az országban béremelést. Próbáljuk megközelíteni mindenképp a ehhez közeli értéket. Nem kaptunk még ajánlatot a Tükebusztól, illetve a tulajdonostól, a várostól. Az elnök azt mondja, január közepén ülhetnek újra asztalhoz a bérek ügyében. Kerestük a SZAKSZ elnökét is, Dobi István azt mondja, időben kérték a munkáltatót a bértárgyalások megkezdésére. A munkáltató először a levelünkre nem válaszolt, majd az ismételt megkeresésünkre tűzte ki december 12. napjára a bértárgyalást. A bértárgyaláson nem tudott a bérfejlesztés mértékről nyilatkozni arra hivatkozással, hogy a tulajdonos önkormányzat erre nem adott neki mandátumot, nem hatalmazta fel. Erre január elején sem került sor, ezért kezdeményezték a sztrájkot megelőző egyeztetést a cégnél. Az elnök tagadja, hogy felhatalmazás nélkül tárgyaltak a bérekről. Én nem tudom, hogy ezt a hülyeséget, erre csak azt tudom válaszolni, hogy honnan beszél. Több mint 100 ember az ott ülő alapszervezet elnökét
megbízta azzal, hogy képviselje őket. A mi alapszabályunkban van egy olyan kritérium, hogy a megyei elnökök kollektív szerződés szintű megállapodást nem írhatnak alá. Ez csak az elnök, vagyis a személyem jegyezheti el. Ez azért van, mert sajnos a szakszereti mozgalomban tapasztaltuk azt, hogy a megyei vezetőket, ha megkörnyékezi a munkáltató, akkor elfogadnak olyan szintű megállapodást is, ami nem biztos, hogy a munkavállalók elvárásainak megfelel. Időközben annyi tagja lett a SZAKSZ-nak a Tükebusznál, hogy már aláíró fél a bértárgyalásokon. Ezért az elnök visszavonta a korábbi szakszervezeti vezető aláírási jogát, és az újban már közölte, hogy a kollektív szerződést csak ő szignózhatja. Ezt magyarázzák félre, szerinte. Most azt nem értem, hogyha van egy ilyen belső levelezés a vezérigazgatóval, akkor ezt a Hofecker elnök úr például honnan tudja? Ez azt jelenti, hogy a szakszervezet, ez a szakszervezet, a Liebling, akit valószínűleg valamilyen szinten kedvesnek titulál vagy nevez a munkáltató, az én belső levelezésemről tájékoztatja a Hofeckert. Például a Hofeckernek ez mi köze van? Dobi István elmondta, hogy továbbra is ragaszkodnak a 25%-os béremeléshez a Tükebusznál. Január 20-áig szabtak határidőt a megállapodásra. Ellenkező esetben január 28-án, illetve 29-én sztrájkot hirdetnek. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően megmozdult az ingatlanpiac. Jellemzően fiatal családok keresnek használt vagy új építésű házakat, lakásokat. A fiatalok lakáshoz jutását az idei évtől számos kedvezmény segíti. Emelkedett a babaváró hitel és a csok összege is. Valamint január 1-től csökkentek a lakáshitelkamatok és a kamatplafon is alacsonyabb lett. Mindez a piac élénkülését hozta magával már az év első napjaiban is. A tavalyi visszaesést követően az idén újra megélénkülhet az ingatlan piac. Ez a siófoki társasház már csak új lakóit várja kulcsra kész állapotban. Bár az árak nem lettek olcsóbbak a keresleti oldalon, mégis élénkülés tapasztalható a kedvező kormányzati döntések eredményeként a balatonparti városban is. Ugye az elmúlt pár napban is már januárra vonatkoztatva élénkült a kereslet, növekedtek a hívások a lakóingatlanok tekintetében. Ugye a legtöbb ilyen kormányzati intézkedésen alapuló hitelterméket lakóingatlanra lehet felhasználni. Itt beszéltünk akár társasházi lakásokról, mint például mögöttem lévő 8-lakásos társasházban lévő lakások, illetve lakóingatlanok másik típusairól, a családi házakról. Itt Siófokon átlagosan olyan 70 millió forinttól kezdődnek a családi házak, attól függ, hogy a melyik városrészben helyezkedik el. Itt Kiliti a legolcsóbb, mondhatni így, bár az is nagy összegnek számít, tehát relatíve legolcsóbb, és a belvárosban úgy körülbelül 1 millió 1 a négyzetméter ára egy újépítésű családi háznak, illetve Foki egyen is. Itt a Balatonparton egy kicsit magasabb, tendenciózusan már évek óta az átlagos négyzetméter ára a lakóingatlanoknak. A mögöttem lévő társasház teljesen kész van, ez kulcsra kész állapotban, azonnal birtokba vehető, itt 1,5 millió forintos négyzetméter áron kaphatóak a lakások, ami azt jelenti, hogy egy nettó hasznos lakótérben 55 négyzetméteres lakás 82 millió forinttól indul, és egészen teraszmérettől függően a második emeleten 92 millió forintért kapható a penthouse jellegű lakás. A keresleti oldalon egyre több a fiatal házas, bár ők inkább az olcsóbb, esetleg felújításra szoruló ingatlanokat keresik elsősorban. Főként a lakóingatlanok domináltak a választásukban. Elsősorban ez a 40-50 millió forint közötti árkategóriájú családi házak jelentették számukra az érdeklődés tárgyát. Itt természetesen felújítandó ingatlanokról beszélünk. Ha megnézzük, akár a babaváró bevonásával, hogyha alkalmasak a személyi feltételeknek, már tudnak egy komolyabb önerőt teremteni maguknak, és ezt ki tudják egészíteni különböző hiteltermékekkel. Elmúlt hétben ránéztem a statisztikákra, és már 6%-os kamatra is lehet lakáshitelt igényelni, ami jelentős csökkenés az elmúlt évhez képest. A szakértő szerint jelenleg egy fiatal gyermekvállalás előtt álló családnak ma már nem olyan nehéz saját ingatlanra szert tenni. A szabad felhasználású babaváró hitellel akár önerőt is tudnak biztosítani, a kedvező kamatozású hitelekkel pedig nem fizetnek többet egy siófoki ingatlanért, mint amennyibe egy albérlet kerül a városban.
Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. 260 éve történt székely mészárlás áldozataira emlékeztek. Ne dőljön be senki, megszaporodtak a telefonos csalások. Új edző Szekszárdon, 25 éve tevékenykedik a közigazgatásban. Felelősségteljes gyógyszerszedés, az antibiotikumok hatékonyságának megőrzése mindenki felelőssége. Kedden napközben már mindenütt csökken a felhőzet, de nyugaton és délnyugaton helyenként még tartósabban erősen felhős lehet az ég. Számottevő csapadék nem hullik, azonban reggel itt-ott még előfordulhat hószálingozás. Az ország döntő részén napos, száraz idő várható. Éjszaka többnyire erősen fagyos időre lehet számítani. A több centiméteres, hóval borított területeken mínusz 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!